Hát sziasztok! Most lett nyilvánossá az a hír, hogy Düsseteli mennyit kap a múltól, az Újpest eladásáért. Meg tudjátok nézni az zeneső oldalon, és mindenféle számításokat lehet végrehajtani, különösen úgy, hogy gyakorlatilag egyikünk se ért hozzá, hogy ez most sok vagy kevés, én ebben nem is mennék bele, hanem egy másik dimenzióját szeretném megvilágítani ennek a történetnek, mert láthatóan nem mindenkinek világos, hogy miért fontos ez, a magyar labdarúgás szempontjából. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen a, az Újpest már nem rendelkezik azzal a szurkolói bázissal, amivel akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt már akár a Diósgyőr vagy akár a Debrecen is tulajdonképpen egy szélesebb, népesebb szurkolótáborra rendelkezik. Ez azt gondolom, hogy hogy nagyon könnyen elmondható, hogy nem százszázalékosan igaz, vagy nem igazán tartható dolog, hiszen amíg a Debrecen vagy a vagy a Diózs helyben van óriási szurkolótábora, tábora ugye ez két megyére kiterjedően akár elmondható, és természetesen azok, akik Budapestre jöttek, mondjuk, mondjuk Miskolciként, vagy Budapestre jöttek Debreceniként, azok is általában megtartják a saját eredeti csapatuk iránti szimpátiát, addig Újpest szurkolóval, ahogyan a Ferencvárosi szurkolóval Magyarország bármely pontján lehet találkozni, sőt Erdélyben is lehet találkozni. A Fradi az nem kérdés, azt nem is magyaráznám, hogy mindenhol vannak Fradi szurkolók, mert több milliós a Fradi szurkolótábora, de én bárhol járok kelek az országban, mindenhol találkozom olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ők azért, ha lehet választani a csapatok közül, azért inkább az Újpestnek szurkolnak. Itt ne felejtsük el, hogy még, még nem, nem, is túl idős az a generáció, amelyik adott esetben a benéjéket, és az meg végképp nem idős, amelyik ugye a törőcsikéket látta játszani, és akkor ne is beszéljek ugye a, a Szanyó, Kovács Zoli féle időszakról, vagy Weber Gyuri féle időszakról, hát azok meg kifejezetten fiatalok, akik ugye azokat is látták játszani. Tehát azt lehet mondani, hogy két olyan csapat van egyedül az országban, amelynek országos lefedettségű szurkoló tábora van, kétségtelen, hogy óriási a különbség ebben a Ferencváros és az Újpest között. Mit jelent ez a magyar bajnokság szempontjából? Hát az, hogy a két országos lefedettségű csapatnak ott kell lennie az mb 1 ben és egymással kell megküzdenie. Ráadásul mit jelent ez még? Ennek a két csapatnak a viaskodása, ugye jóval száz fölötti derbie, mindig is megmozgatta az embereket. Ugye 1905-ben volt először derbi, és gyakorlatilag az elejétől kezdve már óriási érdeklődés volt iránta, annál is inkább, mert ne felejtsük el, hogy az Újpest 1950-ig ugye egy, egy, Budapesten kívüli város volt. Ugye az én édesanyám 1949-ben született Újpesten, és ugye Újpest van beírva az anyakönyvbe, mert ugye 50-ben jött létre Nagy Budapest, és és akkor egyesült ugye a, a Újpest, Nagy Tétény, Budafok, tehát számos ilyen külváros, akkor került be ugye a Nagy Budapest térképébe, a Nagy Budapest körébe hivatalosan is, és ezzel Budapest jelentősen bővítette a saját területét. Egy óriási nagy vízfejlett mondjuk ki, ugye ez lett a, ez lett a fővárosunk. De addig ugye ez tulajdonképpen egy, egy külvárosi csapat és egy vidéki csapat rangadója volt. A Fradi az mindig is a népcsapatának volt Íntve, tehát mindenhol voltak szurkolói, de azok, akik mondjuk ilyen külvárosi csapatoknak szurkoltak, azok közül nagyon sokan kitüntették a saját szimpátiájukkal az Újpestet is. Tehát Újpest, az újpesti csapat maga a külvárosi csapat, eh, bocsánat, a, Budapesten kívüli kisvárosi csapat szinonimája lett, ugye a Fradi volt külvárosban, sőt volt idő, amikor Budapest belvárosához tartozott Ferencváros, ezt azért szeretném hozzátenni, de ez nagyon korán volt. Ami viszont lényeges, tehát, hogy a Fradi a népcsapataként az egész jelentette, az Újpest pedig a Budapesten kívüli kisvárosokban nagyon sok szurkolóval rendelkezett, hiszen a Budapesten kívüli kisváros volt maga Újpest is, és rengetegen, rengetegen ugye azonosultak ezzel a, ezzel a léttel. Tehát a derbinek volt egy ilyen kis szociológiai vagy történeti szociológiai dimenziói is, és ezt minden korban tudták, hogy ez megvan, sőt olyannyira tudták, hogy a derbinek a kultusza az a 60-as évek közepétől a 80-as évek közepé úgy működött több mint 20 évig, hogy a népstadionba vitték ezeket a meccseket, és volt olyan meccs, 64-ben, a jól emlékszem, amikor, amikor a 85 ezer ember volt ugye a derbin, sőt, ha jól emlékszem, mert 54-55-től már, ugye a népstad, ezt majd megmondjátok, után néztek, 54-55-től 85-ig, a 85-re konkrétan emlékszem, addig a népstadionban voltak ezek a mérkőzések. Na most mindez, hogy magyarázza meg azt az alapkérdésünket, hogy miért kell, hogy a Dózsa benn maradjon, az Újpest benn maradjon, és miért kell az, hogy a, az Újpest egy komoly támogatói körrel rendelkezzen a Fradi mellett. Hát pont ezért, mert ez a két csapat ma is országos lefedettségű csapat, és ennek a két csapatnak a derbie hihetetlen érdeklődést hoz magával. Tehát aki egy kicsit is ért a marketinghez, aki egy kicsit is érte az, hogy mit jelent az, hogy brand, az pontosan tudja, hogy ennek a két csapatnak az összecsapása az bizonyos értelemben az egész ország foci szerető közvéleményét megmozgatja, akkor is, ha adott esetben nem az Újpestnek, vagy nem a Fradinak szurkolnak. Tehát akkor is ezen a, ezen a derbén az emberek egy része az Újpestet tűnt szimpátiájával a másik része a, a Ferencváros. nagyon érdekes, hogy azt gondolnátok, hogy mivel én ugye vasas rajongó családban nőttem fel, és felnőtt emberként választottam a vasas mellé a Ferencvárost, ezért mondjuk az én angyalföldi családom az az Újpestnek szurkolt az ilyen derbiken. Ez egyáltalán nem igaz. Az én apai ágam az mindig a Fradinak szurkolt a vasas mellett, és ezt a vasas Fradi ellentétet ezt ők nem is tudták értelmezni. Hát az én apám az egyszerre járta az ülői útra, és csodálta a Varga játékát, és egyszer a szurkolt a mészőjéknek, és nem gondolta azt, hogy ebben bármifajta törésnek kell lennie, és azt gondolom, hogy igaza is volt a maga szempontjából. Tehát azt kell mondjam nektek, hogy, hogy teljesen vegyes a kép. Tehát a vasas szurkolók egy része, egy derbina az Újpestnek szurkol, a vasas szurkolók egy másik része meg a Fradinak szurkol. Tehát az a lényeg, hogy olyan szurkoló táborokat is megmozgat, amelyek nem közvetlenül érdekeltek ebben a történetben, tehát óriási marketing értéke van egy derbinek. Tehát itt a, itt a, a hirdetések százszoros áron adhatók el, és azt se felejtsük el, hogy azon is kell gondolkodni, hogyha az Újpest újra erős lesz, és a, a Jóvoltából ugye remek játékosokat fognak vásárolni, és lesz végre egy remek edző, aki összerakja ezt a csapatot, akkor bizony a, a Puskás stadionba kell majd átvinni ezeket a mérkőzéseket. Tehát egyértelműnek látom azt, hogy, hogy ez lesz a helyszíne ezeknek a meccseknek, mert sem az Újpesti stadion, sem a Grupa Maréna nem lesz elég nagy ahhoz, hogy ezt a, ezt a a mérkőzés be tudja fogadni, úgyhogy én nagyon várom azt, amikor a jövő idényben az újpes nagyon jól fog teljesíteni, nagyjából olyan negyedik, ötödik vagy akár bronzére, amíg fel tud jönni, és ha ez megtörténik, akkor a következő idényben már biztos, hogy lesznek az MLS körében olyan marketingesek, akik azt mondják, hogy gyerekek, akkor próbáljuk meg, akkor lehet egy kicsit magasabb belépődíjért, előre, előre lehet jegyezni hogy a jegyekkel, és akkor megnézzük, hogy a fradi meg az újpes mekkora arányban van érdeklődésben, és akkor abban az arányban kiosztjuk egyeket, tehát simán meg lehet csinálni ebből. Én azt gondolom, hogy hogy egy 80-100 ezres néző, néző közönséget simán meg lehetne, de egy 60 ezres biztosan meg lehet belőle csinálni, és akkor a puskás, a puskás stadion gyakorlatilag rendben van. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebben a videóban kellőképpen válaszoltam arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy az Újpestnek is mindenképpen nem csak, hogy ben kell maradnia, hanem erősnek kell lennie. Egyrészt a történelmi hagyományok szempontjából, másrészt abból a szempontból, hogy országos lefedettségű a két csapatnak a szurkolótábora, harmadrészt pedig azért, mert marketing értéke van ennek a dolognak, semmilyen magyarországi mérkőzésnek a válogatotton kívül nincs ilyen marketing értéke, tehát ez bolond lenne az az ember, aki nem használná ki, bolond lenne az az ember, aki elengedni ezt a dolgot, és hagyná, hogy az Újpest elbúcsúzzon a, a Magyar Nemzeti Bajnokságtól, mert a Magyar Nemzeti Bajnokságnak nem a, a kisvárda, mezőkövesd, a savaborsa. A Magyar Nemzeti Bajnokságnak most nincs benne a honvéd, de, de, még nem is a honvéd meccsei a savaborsa, bár a honvédnak egy nagyon karakteres és nagy szurkoló tábora van, ezt mondjuk el, hogy a Vasasnak is megvan, hanem, és a Fehérvárnak is természetesen megvan, mert őket se felejtsük el, de hát ők se országos lefedettségű szurkolótábor, hanem helyi érdekeltség tulajdonképpen a félmegyében. Tehát ez a három szempont egyértelműen mondja, hogy ennek meg kell történnie, és az újpestnek, egy jó újpestnek a magyar labdarúgásnak számára szükség van. Tehát anélkül a magyar labdarúgás feltámadása, magasra emelkedése nem képzelhető el, hogy ne lenne egy jó és erős Újpest, amely jó és erős Újpest ö, ö, ott lesz a Fradi nyakában, és nagyon kemény és nagyon nagy meccseket fog ezzel játszani, és még egyszer elmondom, amit mondtam, hogy én akkor is a Fradinak fog szurkolni, ha bármilyen derbi következik el, de várom azt, hogy egy erősebb Újpest ellen játszon a Fradi, és várom azt, hogy nem baj, ha időnként döntetlen körül az eredmény, mert annál izgalmasabb, ugye? És ebbe belefér akár egy-két veresség is. Nem annak szurkolok, hogy Fradi kikapjon, ne értsetek félre, hanem annak annak, hogy végre újra izgalmas legyen, lehessen szurkolni, lehessen azt mondani, hogy hogy, hogy, ilyen meccset már régen láttam magyar pályán, mert ugye erről szóltak a derbik nagyon hosszú ideig. Na hát ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy mindenki érti, hogy miről van szó. Igen, szükség van az első osztály Újpestre, és nem csak az első osztály Újpestre, hanem az erős Újpestre is szükség van. Az egész magyar labdarúgás érdeke ez. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon vagy Nyom meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, hajrá Derbik, hajrá Ferencváros, a jó Isten áldjon meg mindenkit!